aki kicsit nem becsüli az a nagyot. Nem mondom tovább, mert alpári lenne nagyon. Sziasztok, ez itt a Skylab, én Benji vagyok, ne iratkozz le, a mai napon pedig folytatjuk a Sim City-ben a vulkános városunkat. Látjátok, hogy milyen szép gyönyörű lett a múltkor, eléggé ficánkolok ahhoz, hogy lássátok, mi történt. Oké, ennek örülök, ott a háttérben pedig ott a vulkán. Hol a vulkán? Lecsiszolták. Ugye a múltkori epizódban úgy hagytuk abba, hogy ide építünk egy utat, és a két oldalára pedig a, hát gyakorlatilag a közlekedési csomópontot megépítjük. És nyilván a busz meg a villamos pályaudvaron kívül építeni fogunk egy vonatpályaudvart is, hoppá, meglepi. From Benji to the nézők. Egyrészt, másrészt pedig, na azt nem mondta, hogy már megint teli vannak a classroomok. Tehát most már azért 500, megint teli vannak, beszarok. Tehát mindenki tanulni akar. Mindenki. Jó, hát akkor lerakjuk ezt is, és akkor kimaxoljuk. Kimaxulj, hát ha tanulni akarnak, akkor ott tanuljanak. Az a baj, nincs pénzünk. Jó, mindegy. Azt kérem még megnézni, mielőtt itt a közlekedési csomópontot kialakítjuk ebben a videóban, hogy jön-e a déli profit a izéből? Hát nem jön, és ráadásul még meg is betegednek a dolgozók. Miért nem jön a déli profit? Rengeteg nyersanyagot termelünk ki elvileg ezzel a két bányával. Ugye itt már jelentősen lecsökkent a nyersanyag mértéke, és itt pedig még nem. De hát ezek itt elvileg termelik ki. Ja, mert, ja, ha, tehát ezt például bővíteni lehetne. Ezt például bővíteni lehetne még egy ilyennel, ráadásul ide. Az a baj, hogy ott meg már laknak. Vagy aki itt lakik, annak a telkére építsünk egy ilyet. Az a baj, ez mennyibe kerül, ez egy 10-es, nem? 16, úristen, jó. Akkor építjük egy ilyet, utána bővítjük az iskolát, és csak utána fogjuk megvenni ezeket a tömegközlekedési dolgokat. Úgyhogy rá is gyorsítok az időre, és imádkozok, hogy ne omoljon össze a város. Bár nem tudom, miért omolna össze, látjátok, hogy mindentök vidám amúgy. Minden tök vidám. Valamiért ezek nem fejlődnek még mindig, de lehet, hogy azért, mert ki kéne lépnem a játékból, és visszalépnem, és akkor hát, ha fejlődnének. Próbáljuk meg ezt. Na jó, amúgy egész jól néz ki ez a város. Ahhoz képest, hogy ilyen gigászi, meg össze-vissza befűztük itt ezt a helyet, ahhoz képest alig laknak, de ez egy másik kérdés. A jövőre vonatkozóan is elég szép lett ez az elrendezés. Én örülök amúgy, hogy ilyen jó lett. Ilyen izgalmas, hogy úgy mondjam, zegzugos, logikus, és ráadásul még nem is néz ki a ocsmányul. Ebből a szögből olyan véleményes, de innen nem néz ki ocsmányul. Na, nem gondoltam úgy, hogy az oktatás az ennyire meg fog ugrani, 560 student van, és 750-es a férőhely. No, tekerjünk az időn, most újra töltöttem a játékot, remélem, hogy ez egy kicsit gyors, meg fog indulni fölfele, mert nagyon jó lenne, mondjuk elér. Most komolyan... Mi van? Az egyik azt akar, hogy visszakapják a sulit, mikor működik a suli, a másik meg a magas adók miatt ment el, mikor 9-en van az adó, 9%-an, akkor hova mész? Jó, mondjuk lehet, hogy ez még ilyen régebb ízéből maradt vissza. Na jó. Időkérdésem, úgyhogy valamelyik közműt összeomlik, vagy valami. Úgyhogy remélem, hogy ez nem... Ez inkább utóbb fog bekövetkezni sem, mint előbb. És akkor... Megvan a 16, úgyhogy ezt bővíthetjük. Úgy nem tudom, hogy ez a déli profit ebből miért nem jön már össze végre valahára. Igazán összejöhetne. Nagyon lassan megy fölfele. Ha egyáltalán megy fölfele, nem tudom, most megjegyezzük, hogy 102-nél van. Aztán majd meglátjuk, hogy megy-e fölfele, vagy sem. Parkokat akarnak, de nem érdekel minket az egyébként... Egyébként itt is tele vannak a raktárok. Export. Minden exporton van. Márpedig minden export. Ha fogy is el, akkor nem tudom. Autókat kéne kimaxolni, hát ki vannak. Valószínűleg egy nagyobb ízét kéne rakni, a trade portot kéne rakni, de hát arra ugye nincs se PIS, se hozzá szükséges trade HQ-unk. Amire majd külön pénz, nagyon sok pénz fog kelleni, remélem, hogy mihamarabb meg lesz ez a Smelting Division, mert megvan, akkor már ugye a nyersanyagot ki tudjuk ízélni, érted? Szép environment, menjünk csak ki nézetbe, ha, nézd meg. Így a hegy aljába épült ez a szép. Szépséges városunk. Oké, na már valami ízél. Már valami probléma van itt. Storages are full. Melyik storage? A mind storage, vagy ezek a storage-ok? Ezekben a storage-okban van hely. Oké, tehát akkor itt van a probléma. Az a storage, az megmarad. Aha, de nem is tudunk többet, mert csak 4-et lehet. Ez amúgy kell. Ez amúgy nem biztos, hogy kell. Ezt romboljuk már le. És a helyére rakjunk... Helyre is rakjunk egy ilyen izét, mert azt írja, hogy megállt a bányászat azért, mert nincs ilyen storage. Úgyhogy most építek egy ilyet. Azt lecseréltem egy ilyenre, és akkor remélem, hogy ennek nem lesz komolyabb ráhatása a gazdaságra, hogy azt a shipping, vagy milyen izét. Elvileg az a storage lot, az nem fog hiányozni, amit most leromboltunk. És remélem, hogy igazam is van.
Mert amúgy csak tippelek, tehát lehet, hogy tök hülye vagy, tök hülyeség. Kár, hogy nem lehet amúgy ilyen mesterséges szigeteket építeni, ezt tökre adnám. Nem tudom, Skiziskányászban lehet amúgy? Mert nem az, hogy kihozom a földet ide, hanem tényleg egy mesterséges sziget. Tehát ilyen full szabályosan, meg mit tudom én, tehát nem az, hogy te formázod és úgy néz ki, mintha organikus lenne, hanem amit te formálozol, az mesterséges legyen már, ha már szimulátor. No, gyorsítsunk akkor az időn. Gyorsítsunk az időn, kíváncsi vagyok, hogy ez a school ez meg fog-e telni. Úgy szerintem pár nap alatt megtelik. És akkor készítsük fel a területet a villamos befogadására, én szerintem. És lehet, hogy végül tényleg a busszal fogunk kezdeni. Aha, tehát itt lesz a villamos. Érdemes így levágni? Lehet nem érdemes levágni itt. Hanem annak lenne több értelme, hogyha itt kivezetném is. Érdemes, csak érdemes. Érdemes, szarok bele! Érdemes, és akkor... de megijedtem, azt hittem kiállokoltunk a Smelting HQ Division Upgrade-et. Szóval érdemesnek nem érdemes, de legalább... érdektelen. Jó, mindegy. Hol van a... Nézzük meg, hogy például a streetcar az kifér a túloldalra? Aha. Igen, a busz azt nem tudjuk megnézni, mert ez nincs kiállokolva. Tényleg ott mi kell? Tehát valószínűleg a Department of Transport-tal fogunk tudni upgrade-elni. Én az adózóval akartam, hogy tudjuk az adókat külön szabályozni, de most a busz fontosabb, nem amúgy, de mindegy. És akkor szerintem ide rakom, vagy ide. Hova rakjam? Inkább ide kívülre, nem? Rakom belülre. Kérdés az, hogy meddig lóghat ki? Illetve meddig lóghat be? Ugye attól függ, hogy honnan nézzük. Ha itt már nem írja a kis sunyi. Írjad már, hogy meddig lóghat ki. Nem írja. Miért nem írja? Itt írnia kéne, hogy meddig lóghat ki. Nem értem. Csak emiatt kell elrombolni az összes izét. Aha. Tehát idáig lóghat ki, akkor ezt... Aha. Tehát ettől a lámpától építhetjük. Tehát a második lámpától építhetjük a pályaudvart. A második lámpa... Így, ez amikor már beleomlik abba. Ami amúgy nem baj. Ami amúgy nem baj, sőt, ezt módosítani kéne úgy... Ezt nem tudjuk itt hátrafele bővíteni? Igazából ez útba van. Most ezt lerombolom, akkor azt eladják, vagy izé? Ha ezt lerombolom, akkor mi van? Akkor benne lévő szajré az elveszik. Mindegy, ezért ne kockáztassuk, de ez amúgy nagy trattú útba van az egy kis szar. Amiatt nem tudom... Nem, úgy lehet, hogy ez itt nem lesz útba az izének. Akkor mégiscsak építsük a túloldalra, én amondó vagyok. Menjünk biztosra, építsük a túloldalra. Sőt, építsük ide, hát... Milyen már tengerpartra izét építeni? Streetcar izét. Ide akarom. Jó, nem érdekel, lerombolom, útba van. Na, behisztisztem, ennyi, kész. Le van rombolva, most ezt valószínűleg elvesztettük, mert szarúan kitalálva a játék, vagy nem tudom. Viszont itt nem fogjuk tudni kimaxolni a streetcarokat. Hát ez sehogy se jó, gyerekek. Fúk. Nem kellett volna lerombolni. Most már mindegy, most már kitartok a döntésem mellett, tekintve, hogy nincs más opcióm. Aha, tudom mi lesz. Ezt az egész street depotot lerombolom. Az lesz, hogy ezt az egész street depotot lerombolom, mert ez útba van. Egyébként, ha megnézitek, akkor valószínűleg vasutat se fogok tudni ide építeni. Még az ott van. Jó, mindegy. Akkor megépítem így, és akkor majd a jövőben visszatérünk ehhez a területhez. Megépítem így a streetcar pályaudvart, attól a lámpától mérve. Nincs pénz. Mennyibe kerül? 30 ezer. Na, most már van pénz. Annyi kellett, hogy elindítsam az időt. Szóval ettől a lámpától mérve, és majd ki is bővítem mindjárt, és annak megfelelően fogjuk tudni, hogy is mondjam. Tehát majd, hogyha ezt... Na, elmondom, mi lesz akkor, jó? Hogy tudjátok, mi lesz. Ezt lerombolom, és ezt az utat is. És ezt az utat, meg azt a vizét, azt ide fogom vezetni. Itt lesz az út. És ehhez fogjuk mérni a trade depotot, mert túloldalon lesz a másik... nem, a vasúti pályaudvar. Itt lesz a trade depot, itt lesz a buszpályaudvar, itt meg a reptér. Mit tudom én, itt mi lesz majd, ide rakunk egy izét. Itt tartjuk majd a olimpiát. No, és akkor villamos megállók következnek, hát legyen egy itt. Mert itt gondolom, itt nem áll meg a villamos, csak ha lerakom a villamos megállót, gondolom. Nem, úgy lehetne itt, ha már ide kivezettük a villamos utat egész a szélére. És... na jó, hát akkor upgrade-elgessük az utakat, indítsuk el közben az időt, hogy gyűjjön a pénz, sőt gyorsítsunk is rá, és akkor nézzük, hogy ez mennyibe kerül, jó drága lesz ezt a sok utat upgrade-elni amúgy, de mindegy. Hát kezdjük el. Ezt az utat itt mindenképp szeretném végig upgrade-elni. Úristen, ez iszonyat drága lesz amúgy. Kéne valami preferenciát kialakítani.
De én szerintem mindegyik utat upgrade-elni kell. Mert az alapján, hogy ugye merre menjen először a villamos, de hát én szerintem most az összeset upgrade-eljük. Jó, most egy kicsit várunk, amíg jön a pénz, addig megállapítjuk megállókat. Ne, nem állapítunk meg megállókat, ezt már csak azután állapítunk meg, hogy upgrade-eltük az utat. Most nem mondom, hogy van ilyen sima villamos sín is, ez tök jó. Mondjuk erre nevezessük az éki. Tehát arra azért nevezessük, és azon gondolom, hogy ezt se kéne lehet összekötni. Hogy kössük össze, csak hogy körbe megy. Mégiscsak kéne az a preferencia. Lehet, hogy oda föl nem is kéne vezetni. Hát de azért kéne. Csak hogy hol, az már kérdéses, hogy hol. Tehát hogyha már itt ilyen nagy utakat raktunk, akkor miért ne vezetnénk erre, érted? És akkor itt fölvezetjük. Arra fog menni a villamos. Tehát itt is tesz lenni is egy kört, meg ott fönn is egy kört. Ennyi, kész. És itt lenn meg így elmegy erre is, csak úgy brahiból. Oké, és akkor hülye vagyok, mert itt elég lett volna először csak itt lenn, és akkor amíg gyűlik a pénz a fönti részre, addig meg itt megcsináltuk volna a megállókat. Csináljuk ezt akkor. Már jöjjön a píz. De úgy mi van a smeltinggel? Jön már... Aha, jó, emelkedik az a déli profit, emelkedik. Itt amúgy leromboltunk egy izét, azt újra kéne építeni, most jut eszembe. Mégpedig ide. És akkor hát, ha shipment picit fölgyorsul. Jó, tudom, aki nincs streetcar megálló, de hogy legyen, hogyha egyszer nincs upgrade-elve az út? Ember, gondolkozz már. Na, még azt a két utat, meg azt a kettőt upgrade, itt az ujjammal mutogatom. Szóval ezt a kettőt, meg ezt a kettőt, és akkor megcsináljuk a meg azok. Jó, még odébb vannak ezek a megállók. Hát hülye vagyok, mert addig bezárhatnám a streetcar izét. Addig zárjuk be. Viszi itt a pénzt. Mennyit vittam úgy el vajon óránként? Jesus, hát jó sokat. Jó, na upgrade-elgessük, már gyerünk. Mi a probléma? Valami probléma van. Hopp, power shortage. Az nem jó. Aha, a bánya leállt, mert nincs elég szél turbina. Jó, akkor folytatjuk azt a fantasztikus ötletünket, mi alapján itt végigvezetjük az utat a hegy peremén. És igazából rajzolhatnánk is, tehát ilyen organikus legyen már az út. Így, nem? És nézzük meg, hogy aha, így szépen le tudjuk rakni sorba. Így, még erre az oldalra is tudnánk. Ja, hogy pénzünk az viszont nincs rá. Hűha, lehet, hogy itt energia szempontból valami okosabb megoldást kellett volna kitalálni? Lehet amúgy, nem tudom. Gyerünk. A lakók száma úgy stagnál egy ideje. Gameplay eleje óta körülbelül. Gyerünk, már jöjjön az a... Ez komoly, egy tízes kéne. Köszönöm. Ezzel most nem adottunk meg semmit, de remélem, hogy annyi arra elég lesz, hogy ide jöjjön be az áram bele. Hát, aha, valamennyire elég, de kéne még egy. Jó, kivárunk még egyet, remélem, hogy addig nem omlik össze más téren a város. Akkor most az a villamos rendszer, ez most várhat magára egy pöppet. Oké. Berakunk még egyet. Akkor elvileg most itt egy-két gameplayre meg lesz oldva az... Hát! Egy fél gameplayre meg lesz oldva az áramellátás. Nem baj, az is valami. Aki kicsit nem becsüli az a nagyot... Nem mondom tovább, mert alpári lenne nagyon. És akkor visszatérhetünk az út upgrade-ekhez. Nyilván a villamos út upgrade-ekhez, ami itt van. És szépen nyugiban upgrade-elgetjük az utakat így. Hát nem, mert nagyon. Erre amúgy bassza meg, hát erre ilyen százezrek mennek el, hogy legyen villamosunk. Mert lehet, hogy a busszal jobban jártunk volna. Amúgy. Lehet, hogy rohadtul elméri meg a villamos amúgy. Hiszen a drága az upgrade az utakra. Nem baj, urizálunk, hadd urizáljunk már, na, egyszer az életbe. Ez egy gazdag város, gazdag villamos, ez egy dolog, hogy nincs pénz. Mit tudom én, oktatásra, tényleg amúgy azzal mi van? 600, aha, még van egy kis hely, hogy úgy mondjam, de amúgy már nem hiszem, hogy nagyon bővíteni lehet azt amúgy, úgy amúgy. Talán még egyet hozzá lehet adni, vagy kettőt, de egyáltalán biztos. Na, lassan megállókat is lerakhatnánk, hogy legyen értelme is ennek a villamos hálózatnak. Úgy amúgy. Na jó, tényleg rakjuk le. Kezdjük el elrakni a megállókat. Azt mondja, hogy... Uh-huh. Például ide jöhetne egy... Tehát tök zöld belül. Szóval hogy lehet. Ez érdekes. Ide az iskolához mindenféleképpen. Ide a kereszteződésbe. Ne inkább ide az izére. Ide fel a lépcsőzetre. Ugye? Mondjuk ide. És akkor ide a kettő közé. Ide, és akkor ide jöhetne majd a következő, de ugye ez még nincs upgrade, ezt mindjárt orvosoljuk, ugye? Így van. És ide is jöhet egy... Igazából, ha már így ennyi pénzt belefektettünk ezekbe az utakba, igazából jöhetne minden. Tudjátok mit? Legyen ennyi elég. Ne legyen már elég. Ha
Hát jöjjön már ide föl a villamos út. De úgy hirtelen nagyon sok pénzünk lett, azt nézem. Akkor upgrade-elgessük csak azokat az utakat? Dögivel. Hát nem. Ezt is szépen, ezt is. Mindent. Hirtelen nagyon sok pénzünk lett. Az hogy lehet amúgy? Úgy amúgy. Nem tudom, de szerintem ezt most ki fogjuk tudni maxolni ebből a zséből. Aha. Jó, azt hiszem meg vagyunk villamos ügyileg. Ja, még erre el kéne vezetni. Na, pont meg leszünk. Hirtelen valami nagyon sok pénzünk lett. Na jó, akkor ja, nyissuk ki a villamos közlekedést. Open, majd mindjárt beütjük villamosokkal is, de először a megállókat helyezzük le. Helyezzük kilátásba bele. Ha még ide is el lehet majd vezetni, de az majd a jövő zenéje legyen. Nem á, vezessük el most. Van rá pénzünk? Van. Jó, ide kivezetjük egészen a széléig, és akkor itt jön a következő megálló. Ide, itt, ide. És akkor itt szépen sorban eddig csak lehet. Igazából ide már elég egy szerintem mindig. Úgyhogy ez így fasza. Ja, és látjátok, hogy ott benne is zöld. Tehát igazából ide nem is kell busz. Ja, ide nem is kell busz, ez nyilván jó drága, meg egy csomó pénz, meg ezt nem is fogjuk tudni annyira bővíteni, hogy a menetidőt azt lent tartsuk, de... Vagy nem a menetidőt, hanem a várakozási időt, de... Na, gyerünk már. De cserébe drága volt felépíteni, és most drága lesz fönntartani. Nem baj. Gondolunk a jövőre, ez egy befektetés a jövőbe. Azért, na nem. De vagy a város lehet, emeljük csak vissza. Nem akarok adókat emelni, jó, az a 9, a játék azt adja alapul. Egyébként ezek még mindig nem fejlődnek úgy nagyon. Ilyen nagyon lass. De amúgy fejlődnek, csak nagyon lassan. Nagyon lassan. A land value is pretty low. Low? Hát az hogy lehet? Hát te ne kamúzd már nekem, hát minek? És kajak, és lejjebb ment az értelkük értéke, hát az nem jó. Akkor itt valakinek most beáldozzuk a telkét egy izére. Íí, ez nem jó, még jó, hogy észrevettem. Beáldozzuk egy parkra a telkét valakinek. Szerintem itt ez itt jó lenne, nem? Rakjuk a kettő közé. Á, ne, rakjuk sarokra így. Rakjuk sarokra így, és akkor megnőtt a land value, több épület, több lakó területnek is. Nyilván most ez némi elvándorlást fog eredményezni, nem is némit, elég jelentőset, de nem baj. De amúgy baj, de vagy ez volt a megoldás, vagy az, hogy tényleg akkor csökken land value, és akkor az a kevés marad, ami maradt. Azt meg nem akarom. Nyilván a programos hivatal upgrade is így elmarad. Egyébként itt bevétel... Ó, megvan az upgrade, biztos már jó rég is már láttátok, csak nekem nem tűnt föl. Na, ez király, akkor megvan a Smelting Division, meg a Smelting HQ-unk. Azt kell megnézni, hogy a Smelting Division, ez mennyibe kell 200 ezer, aha. Én szerintem ezt nem is upgrade-elem addig, amíg nincs meg a 200 ezer. És gondolom, hogy már nem nagyon van hova... Aha, tehát az iskánk is ki van maxolva, a rendőrmentő tűzoltó azt én szerintem le fogom rombolni és lecsérem nagyobbakra. És akkor legalább már a másik városban nem fog kelleni oda külön ilyen izéket építeni, mert ide meg lesznek építve. Meg úgy is lesz zsénk. És lassacskán elkezdhetnénk már aztán tényleg a processzorgyártással foglalkozni. De én ezt csak a következő részben fogom upgrade-elni. Úgyhogy most csak gyorsítjuk az időt és gyűjtjük össze a 200 ezret. Remélem, hogy ez hamar meg lesz amúgy. Meg egyébként itt, amúgy jól látom, akkor a kolt is elég ételi. A kolban is elég nagy bizniszt tudunk csinálni, bár szerintem az olcsóbb, mint a... Aha. Az jóval olcsóbb, mint a nem kol. Oké. Okay. És attól félek, hogy oké, hogy ezt a következő részben upgrade-elni fogjuk, de valami be fog ütni a probléma, és akkor szennyvíz meg ezekkel probléma lesz. És a polgármesteri hivatalt pedig nagyon kéne fejleszteni, az meg több lakó kell, és abból pedig éppen vándorolnak el. Úgyhogy itt még lesznek komplikációk a jövőre vonatkozóan, ami szomorú, de legalább van egy fasz a villamos hálózatunk, ahol hány perc a várakozási idő? 17 perc, az egész jó, rosszabbra számítottam. Az amúgy egész jó. Az amúgy egész jó. Remélem, hogy amúgy ez a tömegközlekedés ez hozza egy kicsit a lakókat majd. És nagyon kéne a train. És nagyon kéne az a polgármesteri hivatali upgrade. Ja, hát akkor igazából a játékon fog múlni, hogy mikor tudjuk bevezetni a train. Mert ha van trainünk, akkor szerintem onnantól kezdve meg fognak ugrani akár a népesség, akár a turizmus, nem tudom, valami biztos meg fog ugrani, remélem. Mit tudom én? Lehet nem. Lehet, tök fölöslegesen akarom a traint. De mindegy. Jó, akkor én szerintem kaptok egy jó kis timelapse-t. Abból, hogy jön a pénz, és akkor megpróbáljuk ezt ilyen 200 ezeret farming keretei közt. Szép lett ez a város amúgy. Mondjuk nem innen, hanem innen. Innen, ja. Innen egy izgi városunk lett. És akkor várjuk a csodát. Egyébként meg azon gondolkozom, hogy lehet kéne egy urban gridet csinálnunk. De nem nagyon van hely. Ez itt a probléma. Hogy nincs hely. Nincs helyünk. Ja, valószínűleg ott rontottuk el ezt az utat, ezt. Ezt itt beljebb kellett volna egyel, és akkor annak a két oldalán is lehetne, ennek a két oldalán, és akkor lehetne még egy út, tehát egyel több út helyünk lenne építkezni, de most már mindegy. Jó, ennyire akartok zöldet, akkor valahol még zöldítsük be tényleg.
Nem tudom, szerintem itt be lehetne, hát itt az a baj, itt ilyenesíteni akarjuk majd. Még ide le lehetne ilyet rakni így, gondolom, és akkor zöldítsük csak be, zöldítsük. Zöldítsük, mert nagyon hiányzik a zöld. Itt is zöldítsük, akkor próbáljunk meg minden helyet bezöldíteni, ami még nincs bezöldítve. Én amondó vagyok. Nyilván csak a észszerűség keretei közt, tehát mondjuk így. Meg még ott fenn is lehet majd egy kicsit, de már nagyon sok a zöld terület. Na baj, remélem, hogy ez hozzá egy kis lakószámot, remélem növeli egy kicsit a lakószámot. Na már megvan az egynegyede a szükséges 200 ezernek. Ja, amúgy az upgrade-hez kapunk zsét, nem? Upgrade Metal HQ. Upgrade-eljük. Upgrade-eljük, és ezért nem kaptunk pénzt. Lehet, hogy kaptunk pénzt, nem tudom. Mit tudom én, nem is érdekel, de most már legalább upgrade-el van, tehát ezt nem kell a következő részben. És amúgy kölcsönt is felvetnénk, de az se lenne elég arra, hogy upgrade-eljünk, szóval nem veszünk föl kölcsönt, és a City Hall-t még mindig nem tudjuk bővíteni. Bár amúgy elég sok lakó jött ezzel a bővítéssel, ennyi lakó jött, pedig csak pár telket raktunk le, na mindegy. Na, ő is mondja, hogy építsen meg a Smelting Factory-t. Tényleg amúgy ezt hova fogjuk megépíteni, ezt nem tudom hova fogjuk megépíteni, valószínűleg ide föntre, valahova ide mondjuk. Ja, itt meg bányászni kell majd, de amúgy itt van hely szerintem bányászattól függően, na mindegy. Innen kaptok egy timelapse-t. Oké, okay, timers ide vagy oda, de itt az évből némi probléma merült föl. Storage a full! Na, ennek örülök. Oké. Okay. Az hogy lehet egyébként? Na, itt egyébként megjelent időközben egyébként a... Féle történik itt. A timelapse során. Ez mi egyébként például? Upgrade. Te, tiszta világváros lettünk ezekkel a villamosokkal. I do it. No! Akkor állítsuk meg az időt, mert valamilyen sárgán villog ez a szírszar. Mi a problémátok? Crime in progress! Hallod? Meg azt hittem, hogy lezuhant az helikopter. Jó, majd mindjárt lezuhant. Szóval a rendőrséget kéne bővíteni valószínűleg. Most nem tudom, hogy például... Most a rendőrautókat rakok le, akkor izé. Rakjunk le! Rakjunk le mondjuk kettőt, de most én ebből nem fogok problémát csinálni. Én mondtam vagyok, hogy rakjuk el magunkat a következő epizódra. Ott az mi? Te, itt már építkeznek meg minden. Na, jó, így úgy érzem, hogy beindult a város fejlődés, aminek nagyon örülök. A következő epizódban itt nagyon durva épületek fognak épülni, nagyon sokat fogunk timelapse-elgetni, hogy jöjjön a pénz, megcsináljuk a Metals, vagy mi az a Smelting HQ-t, a Smelting Division-t, megcsináljuk a Smelting Factory-t is, úgyhogy izgalmas rész elé nézünk, ez nyilván magyarázkodás, hogy ez a rész mennyire unalmas volt, de a következő rész tényleg izgalmas lesz, úgyhogy ha tetszett, lájkolt, hanem iratkozz le, ha pedig nem iratkozol fel, akkor meg nem tudsz leiratkozni, úgyhogy iratkozz föl! Benji voltam, holnap találkozunk, szevasztok, és... szevasztok!